Ilyen az, amikor Judit nem készül arra, hogy beszéljen. És borsozik a hátunk, amiket ő mond. Mert ezt így kell valóban csinálni. Az ország minden városában folyamatosan ki kell állni egymásért, és folyamatosan harcolni az igazunkért ebben a dologban. Tolnából is érkeztek, hol van, ki van Tolnából? Tolnából is érkezett harcostársunk, akarsz már szólni? Én minek szólja, nem szeretne szólni. Elég, hogyha a tetteket nyomjuk, tehát nem kell mindig szólnunk. Na, ahogy látom, egy fideszes akar bejutni a Cibbankba. Megnézzük, hogy neki hogyan sikerül ez a történet ügyet intézni. Vajon fideszesekkel mi a vár is? Zárva van a Cibbank. A gyerekek, ez már is működik. Egy bank bezárva. Tehát itt is látszik, hogy mennyire hazudnak. Azt írták ki, hogy újra megnyitottunk. Most meg be vannak zárva. Tehát amikor most azt mondják, hogy tájékoztattunk a kockázatokról, akkor az mit jelent? Hogy nem tájékoztattunk, nem? Így van. Tehát ilyen hazudósok ezek, minden percben hazudoznak, az embereket átverik, becsapják, és éppen ma nincs is itt. Mi van kiírva Timi az ajtóra? Belsőn, hogy zárva. Belsőn, csak ez a tábor, ami nálunk nem volt zárva. És mikor szeretnének kinyitni? Igen. Tehát szabad napjuk van a Cibbankosoknak. Szerintem az ügyintézők nagyon szeretnek minket. Hosszú hétvégét csináltunk nekik ismét. Tehát lehet jönni majd hálálkodni. Ugye sokan tudjátok, néhányan talán nem, hogy tegnap egy rejtélyes telefonban megfenyegettek. És felolvasom nektek, hogy a felvett, tehát amit fel is vettem, az a következő volt, kicsit rosszul érthetődik. Azt mondta, hogy eszetekbe ne jusson egy rosszot szólni a dolgozókra. Menjetek a főnökeitekhez, ott reklamáljatok. Előtte pedig a nyakam kitekerésével fenyegetőzött az előző telefonhívásában. Hát de van eszembe jut rosszot szólni az alkalmazottakra, mert az alkalmazottak gyáva kutyák. Megalkudók és hazaárulók. Nyugodtan, ha ezt diktálja a biztonsági őr a főnökeinek, nyugodtan lehet. Tehát gyáva kutyák, megalkuvók, hazárulók, hagyják, hogy emberek halljanak bele a devizahitelbe, holott tudják, hogy mi történt. Törvényt is sértenek ezzel, mert hogyha valakinek tudomása van egy bűncselekményről, arról, hogy másokat becsapnak, azt neki közölni kellene, ki kellene állni és el kellene mondani, hogy bizony ez így volt, így mondtuk, így nem mondtuk, vagy hogy történt akkor. Nem mondják, hallgatnak, ott lapítanak, mint szar a fűben, itt vigyázzatok, mert sok kutya szar van a fűben. Na ugyanígy vannak a banki alkalmazottak is, így lapítanak, és egy kurva szót nem szólnak arról, hogy az embereket gyakorlatilag az ő segítségükkel fosztották ki, és jelenleg is az ő segítségükkel fosztogatják. Tehát továbbra is áll és nyomjuk a banki alkalmazottakra a nyomást, mert hogy náluk van a kulcs, és ezt a kulcsot el fogjuk venni, és kinyitjuk vele a devizahiteles megoldásnak a zárját.